Sziasztok, kedves barátaim! Ahogy szoktunk, minden hónapban mesélek nektek mindig a Ajurvédáról egy rövid videó belül, és mai napon arról fogunk beszélni, hogy gyakran ember reggel, mikor felkel, akkor nincsen energia, nagyon nyomot, túl sok toxin, vagy felfájás, nem tud időben felkelni, azt érzi, hogy nem aludta ki magát. Ezzel kapcsolatban milyen tanácsokat ad a Ajurvéda? Az egyik, amit tudnék nektek mondani, ez az, hogy a vacsorára a gabonát nem annyira ajánlatot enni. Miért? Mert a gabonát érleli a nap, ezért a gabonának a megemésztéséhez nagyon sok napra is van szükség, mert ez egy nagyon nehéz étel, és hogyha ember szeretne egészségesen táplálkozni gabonával, akkor délbe, ebédre lehet enni sok gabonát. Mert esti órákban, 6 óra után már nem a nap dominál az univerzumban, vagy legalább azon a részen, ahol mi lakunk, hanem a hold. Ezért ajánlatos fogyasztani olyan termékeket, amelyeket érleli a hold. Ezek a zöldségek. Szóval dinsztelt vagy párolt, finom, fűszeres zöldségeket ajánlott fogyasztani vacsorára. A vacsora időszak az már 6 órától kezdődik, és akár 9-ig lehet tartani. Akkor elmondtam, hogy mit ne együnk, mit együnk, lehet enni. A gyümölcsöt az csak édes gyümölcsöt, estére nem jó enni savanyú gyümölcsöket, mint a narancs és a többi. Banán az lehet. Lehet enni hajdinát, kölest vacsorára, valamivel. Hagyj meséljek egy pár perc alatt, hogy mi történik a szervezeten belül, amikor ember gabonát eszik vacsorára, és mi történik a szervezeten, hogyha nem vacsorázik gabonát. Elsősorban gabona, ahogy mondtam, a nap energiára van szükség, hogy meg legyen emisztve, az az egyik. A másik, hogy gabona belül nagyon üreges, olyan, mint a szivacs. És ez azt jelenti, hogy dagad. Hát látjátok, amikor valaki dagasztja a kenyeret, akkor dagadni fog a tészta. Ugyanakkor, amikor főztek rizst, akkor a rizs egy 4-szer vagy 6-szor olyan nagy lesz, mint eredeti kis rizsmag. Szóval neki van ez a tendencia dagadni, ez azt jelenti, hogy felszívja összes folyadékot, ami van a gyomorba, és erre több tűzre van szükség, hogy meg legyen emésztve. Na most az embernek a tűze, agni, az emésztő tűze, azon múlik az ereje a napmozgástól. Hajnalban nagyon, mikor csak épp vannak valami napsugárai, akkor nagyon gyenge a tűze, és gyenge az emésztése, ezért sokkal fontosabb, hogy ember könnyűt reggeliz. Nem az a királyi reggeli, hanem könnyű. Lehet, hogy király reggeli, de könnyű legyen. Délben lehet jót ebédelni, este pedig, mivel a nap nyugszik, hát tudjuk, hogyha mi 6 órakor kimegyünk napozni, hiába még világos nyáron, de már ember nem fog lebarnulni. Miért? Mert a sugárnak már nincsen ez a tűzereje. Szóval ugyanúgy este, hogyha valaki éhes, de ez a tűz az még mindig gyenge. És hogyha eszik gabonát, az felszívja a folyadékot, vizet, és a vízes fát meggyűjteni nagyon nehéz. Ezért mi történik? Van tűz a gyomorban, de gyenge, ezért nem emésztődik meg a gabona, hanem kezd bomlani. És reggelre, amikor ember felkel, akkor sok toxin keletkezik a szervezetbe, és ez miatt a tűz gyomrát ellepi,
ez a massza, ami gabonától lett, elalszik a tüze, és ezért ember nagyon nehezen kell, nincsen energia. Hogyha ez mindig csinálja, akkor utána sok betegsége, mert ez az ama, ezek a toxinok utána kiömlönek a gyomorból, és elmennek minden sejtbe, és akár rákbetegségek, vérnyomások, sok-sok minden betegség, rengeteg keletkezik ettől a helytelen táplálkozástól. Ezért ezt fontos értsünk, hogy ha mi eszünk vacsorára, akkor ez történik a mi szervezetünk belül. Hogyha valaki eszik olyan, ami holt érleli, zöldségeket vacsorára, és lefekszik aludni, akkor holt hatására szépen finoman megemészti a zöldségeket, mert tudjuk, a zöldségeknek nem kell sok idő, ugyanakkor zöldség nem veszi ennyi folyadékot, mint a gabonasz, nem annyira nehezen emészthető, és embernek sokkal kevesebb órá alvására van szükség, hogyha helyesen vacsorázik, mint mikor sok-sok gabonát eszik. Ez a kis rövid tanács számatokra. Sok minden mást is lehet róla mondani, mit együnk, mit ne együnk vacsorára, de a gabona az legfő dolog. Lehet még egy kis pohár tejet inni, pont közvetlenül lefekvés előtt, akkor nagyon békés és mély alvás lesz, nem lesz alvás zavarodottság. Természetesen azok számára ez működik, akiknek nincsen laktóz vagy tej érzékenysége. Írjátok a véleményeteket, ti mit hallottatok róla vacsoráról, kíváncsi vagyok, és mindenkinek jó egészséget kívánok, sok boldogságot, lájkoljatok a videót, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornára, legyitek lelkileg, testileg, pszichikailag egészségesek és boldogok. Hare Krishna!